Három éve még 200 fő vett részt közfoglalkoztatási programban Kálós Eménben. Ez a szám idén már 85 főre csökkent. Egyre többen tudnak elmenni dolgozni a térségben is. A település Nyíregyháza és Nyírbátor között félúton van, mindkét városnak nagy a munkaerő elszívó hatása. A multinacionális cégek mellett pedig számos helyi, főként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozó is egész évben foglalkoztat embereket az idény munkahelyett. Erről Belica László polgármester beszélt 35 perc című műsorunkban. A településvezető elmondta, az olyan nők munkába állását segítik, akik eddig nem tudtak elhelyezkedni. Ennek fő oka a képzettség hiánya mellett az, hogy a család nem minden esetben összeegyeztethető a munkavállalással. Azt vettük észre, hogy a közfoglalkoztatási létszám adatainkból kiindulva a nőknek a szerepe a közfoglalkoztatáson belül elég magas. Nagyon sok olyan munkavállaló van, olyan munkanélküli van, aki sajnos nő, vagy inkább nő. Ők maradtak ebben a státuszban. És nehezebben mozdulnak Nyíregyházas Nyírbátor felé. Így van, hiszen azért mégiscsak legyünk, én is magam is családapa vagyok, tehát látom azt a jellegű feladatot, amit egy családanya elvégez a munkája mellett, és sokszor ez nagyon nehezen összeegyeztethető, és e tekintetben úgy gondolta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetőleg az együttműködő partnereink, hogy ezen mindenképpen változtatni érdemes, és e tekintetben egy pályázat keretein belül nyertünk erre forrást. Kálósemény mellett Biri, Balkány, Bökönyi és Geszteréd vesz részt a projektben, valamint az első nyírségi fejlesztési társasággal és a Fiatal Családosok Klubjának egyesületével is együttműködnek. A cél, hogy képzéseket és tréningeket szervezzenek, összehozzák az állásadókat és a munkát keresőket, valamint a gyermekfelügyeletet is megszervezzék arra az időszakra, amíg a családanyák a képzésen részt vesznek. A program 36 hónapig tart.